A férjem is velem volt, amikor meghallottuk az első szívverését. Feltették az ultrahanggépet a hasamra, és rögtön megvolt az erős szívhang. Örültünk, hogy Isten megáld egy második gyermekkel is minket. A 15. héten megtudtuk, hogy kislány lesz. Már akkor eldöntöttük, hogy mi lesz a neve, még mielőtt megszületett. Az éjszaka közepén arra ébredtem, hogy elfolyt a magzatvíz. Nagyon megijedtem. Az orvosunk elmondta, hogy statisztikailag milyen esélye van a terhességnek. Eszerint a legtöbb esetben a következő 24-72 órában beindul a szülés, és a babák azt nem élik túl. Azt javasolta, hogy menjek be a kórházba, és megszakítják a terhességet. Néztem a szívverését a monitoron, és képtelen voltam arra, hogy leállítsuk. Visszajött az orvos, és azt mondta, menjünk el egy specialistához. Én elkezdtem SMS-ben imákat kérni. Megcsináltuk újra az ultrahangos vizsgálatot. Nagyon alacsony volt a magzatvíz szintje. A kilátások pedig nagyon rosszak voltak. Persze mondtuk neki, hogy amíg él a baba, mi mindent megteszünk érte. De otthon kell feküdnie. Ágynyugalomra van szüksége. Amikor egyedül voltam, csak könyörögtem, hogy mentse meg Isten a babát, hogy legyen csoda. Amikor kértük, hogy imádkozzanak értünk, már nyugodtabb lettem, mert éreztem, hogy nem vagyok egyedül. Éreztem, hogy Isten a mi oldalunkon volt. Kérték, hogy imádkozzanak értük. Hittek Isten erejében, hogy válaszol az imákra. Tudtuk, hogy császáros szülés lesz. 26 hetesen és 2 naposan úgy találták, hogy a szívverése néha percekre eltűnik a monitorról, így aznap meg kellett születnie a babának. Elaltattak, aztán amikor felébredtem, azonnal azt kérdeztem, mi van a babámmal. Bár kicsit féltem a választól. Megláttam a férjemet, és tőle kérdeztem, hogy hol a baba. Azt mondta, az inkubátorban van. Nem lélegzik magától, de tudják lélegeztetni. Megkérdeztem, mekkora. Azt válaszolta, hogy pici, 80 deka, és akkora, mint egy lábfej. Az inkubátor időszak tele volt hullámvölgyekkel. Minden nap hálát adtunk érte Istennek. Bedugtam a kezem hozzá, és megfogtam a pici kezét, ami akkora volt, mint egy hüvelykúj. Ő megfogta az ujjamat, és így maradtunk. Amikor az embernek kislánya születik, akkor alig várja, hogy ruhát és masnit adjon rá. De mi ezt sajnos nem tudtuk megtenni Grayson-nel. Egészen 2 hónapig. Lassan-lassan azonban telt az idő. Aztán egyszer csak azt mondták, hogy felöltöztethetem. Sírtam örömömben, mert ekkor éreztem igazán, hogy az én babám. És túl fogja élni, hazajöhet velünk. És hála Istennek, végül így is lett. 97 nap után hazavihettük, pont karácsonyra. Amikor bevittük az ajtón, és a nővére megölelhette, akkor fogtuk fel a csodát, amit Jézus tett az életében, és hogy minden imánkat meghallgatta. Grace Ann ma már 15 hónapos, kisebb a koránál, de szépen fejlődik. Fizikálisan viszont kicsit előrébb tart már. Jár, gagyog. Játszik a nővérével. Próbálja utánozni mindenben. Igazi kis cuki energiabomba. Minden nap láthatjuk, hogy a lakásunkban felfedez valami újat, A-tól Z-ig. Nagyon bátor. Ez valóban csoda. A gyógyításban Isten adott nekünk tudást, eszközöket. De ez a kislány nem lenne itt ma, ha Isten nem akarta volna. Valóságos csoda, hogy túlélte is, ilyen jól van. Ezért mindannyian nagyon hálásak vagyunk a történtekért. Néha abba kell hagynunk a saját erőből való küszködést. Térdre kell borulnunk és könyörögnünk kell. Kérni kell, amire szükségünk van. Mi Grace Ann életét kértük, ami nagy kérés volt, de Isten megmentette őt.